Az például érdekes, amikor reggel megszólal a telefon, máma keveset szól, de belemondják a telefonba, hogy jó napot, doktor úr, írja fel a mamának az összes gyógyszerét, de a zöld dobozost nem. Na most én a hangjáról tudom, hogy ki, aki beszélt. Én azt is tudom, hogy ki a mama, és a mama betegségeit is nagyjából tudom, de a zöld dobozos gyógyszer az nehezen ugrik be. Regős György vagyok, 50 éve vagyok nagydorogházi orvosa. Várdokban nőttem fel egy kis, hát úgy mondják, hogy komfort nélküli házban, és az édesapám, aki szabómester és utána boltvezető volt, ő szerette volna, hogy orvos legyek. Humán gimnáziumba tett be, latin tanítatott velem. Én egy szorgalmas gyerek voltam, jól tanultam, és így tervezték, hogy én orvos legyek. Mert volt már egy orvos a családban, az édesanyám öccse, híres sebész lett belőle, így én is ezt választottam. 1967-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 5 évig dolgoztam a Szekszárdi Kórház 2-es belosztályán. Belszakorvosként jöttem ide Nagydorogra, körzetbe, asszisztensem, a feleségem. Én még orvostan hallgatókoromban ismertem meg a feleségemet, aki a kórházban dolgozott, szerelem első látásra. Azóta együtt vagyunk, azt hiszem áprilisban lesz az 56. házassági évfordulónk, 2 fiunk van. Én jól érzem magam, én egy megelégedett ember vagyok, szeretem csinálni, mert az embernek, ami a dolga, azt szeresse csinálni, különben nincs értelme. Ez egy életforma. 50 évig itt maradni, házi orvosnak lenni, ez egy életforma, ez nem egy állás, ez egy életforma. Meg kell szokni, meg lehet szeretni. Ha egy orvos elmegy nyugdíjba úgy, hogy mintha elvágták volna, és nincs egy hobbija vagy elfoglaltsága, akkor annak annyi. Tehát vagy dolgozni kell, vagy valami egyebet csinálni. Nem lehet úgy a végére a nyugdíjba, hogy az ember nem csinál semmit. Én 20 éve vagyok nyugdíjas, 2003 óta. A szellemi és fizikai frissességet azt egyrészt a munkával lehet megőrizni, olvasással, tanulással. Én még most is járok úgynevezett továbbképzésekre, Pécstől kezdve Szekszárdon keresztül Győrig, mert az utóbbi 20 évben ugye ilyen kreditpontokat kellett szerezni, azt teljesíteni kellett, ahhoz olvasni kellett, tanulni kellett, ami nem volt mindig könnyű, de én szerettem csinálni. És ez szükséges a munkánkhoz, mert óriási változások vannak, tehát azzal amivel én szakorvosként ide kijöttem, azzal nagyon keveset tudnék itt elérni, ezt folyamatosan napról napra, évről évre frissíteni kell, nem csak a szakmai, hanem az egyéb dolgokat is, hiszen az ember körzeti orvosként nem csak orvos, hanem szociális ügyintéző, nyugdíjszakértő, ügyvéd, sok mindent kell itt elintézni a lakosságnak, hiszen nagyon sok olyan bajjal fordulnak ide, ami tulajdonképpen nem ide tartozik, hiszen a körzeti orvos az egészségügy mindenese. A felelősség nagyon nagy, és én a felelősséget, a bajt nem abban látom, hogy mondjuk egy betegséget hogyan kell meggyógyítani, mert ezzel nagyjából tisztában vagyunk. A baj ott van, nem a baj, hanem a probléma, hogy esetleg elnézünk valamit. Hiszen ebben a betegforgalomban mindenkinek ezer problémája van, az idő korlátozott, és elsikkadhat valami. Ezt én úgy ellensúlyozom, hogy tovább rendelek. Én mindenkit meghallgatok. Kezdtem 50 évvel ezelőtt, november 1-én itt a praxisomat. Úgy határoztunk, hogy idejövünk, mert én önállóan szerettem volna dolgozni, egyrészt, másrészt pedig itt lakást kaptunk, aztán valahogy itt ragadtunk.
Én, amikor ide kerültem, akkor kezdték el fölmérni, hogy hol legyen az atomerőmű, meg akkor építették, alapozták. Én ezzel egyetértek, hiszen Magyarországnak az atomenergia alapjaiban alapozza meg, tehát 40-40%-ban ez a mostani atomerőmű. És ha nem lesz új atomerőmű, akkor nem lesz energia ebbe az energiaválságba. Én atomerőmű párti vagyok, tiszta energia. Az atomerőmű működésével kapcsolatban én nem láttam egészségügyi károsodást. Nekünk atomenergia kell, én ezzel mindig is egyetértettem, most is egyetértek.